Azért jó ez, mert ez így kevésbé, hogy ilyen beszélforrás. Nem megszokott módon egy külön szellőzési lehetőséggel ellátott helységben van ez a gázkazán. A szakember szerint így néz ki a legoptimálisabb elhelyezés, azonban a családi házak közel 80%-ában még mindig nem ez a megszokott. A fűtés közben bekövetkezett balesetek a szakszerű telepítés mellett időszakos karbantartással és rendszeres kéményvizsgálattal megelőzhetők. A tapasztalatom az nagyon negatív sajnos, kevesen hívnak, és próbálnak az emberek és a tulajdonosok saját maguknak idézelbe karbantartani a készüléket, és még azt is tapasztaltam az elmúlt időben, hogy szakember hiány miatt egyre többen képzik magukat ki idézőjebb szakembernek, és megtévesztve a lakosságot, kiadva önmagukat, tisztítani készüléket. A katasztrófák elkerülésében az elmúlt években a szénmonoxid érzékelők szerepe is megnőtt. A szakember azonban hangsúlyozta, ez a szerkezet sem minden esetben elég. A szénmonoxid riasztó az nem teljes mértékben ad védelmet az ilyen készülékek mellett, mert a szénmonoxid csak a szénmonoxidra riaszt be. A, hogyha a széndiokszid áramlik vissza a helységbe tökéletes égéskor a készülékből, azt nem jelzi be, Plusz még azt se jelzi a szénmonoxidi azt, ha oxigén hiány lép fel a helységbe, ahol használják a gázkazánt. A kínálat a piacon igen nagy. Dondé Sándor tapasztalatai alapján mindenképpen olyan terméket válasszunk, amire minimum 10 év garanciát biztosítanak.